Sziasztok! Üdvözöllek újra titeket, Budai Tímea vagyok. Ebben az oktató videóban az alaki értékkel, valódi értékkel és a helyi értékkel fogunk foglalkozni. Szerintem csapjunk is bele. Az első dián a 156-os számot rendeztem helyi érték táblázatba. Olvassuk le a helyi érték táblázatban levő számokat. 1 százas, 5 tízes és 6 egyes. Tehát ennek a számnak a helyi érték szerinti leírása következőképpen látszik. 1 százas, meg 5 tízes, meg 6 egyes. A felmérésekben szokott olyan feladat lenni, hogy fel van bontva a szám helyi értékek szerint, és ki kell találni, hogy mennyi az adott szám, vagy pedig egy adott számot kell helyi érték szerint felírnod, mint ahogy itt is látod. A számoknak van alaki értékük is. Ez azt jelenti, hogy a százas helyi értéken ebben az esetben az egyes alaki értékű szám áll. A tízes helyi értéken az ötös alaki értékű szám áll, és az egyes helyi értéken a hatos alaki értékű szám áll. Tehát a szám alaki értéke a számjegy maga. És az utolsó, a valódi érték, egy számnak az valódi értéke az tulajdonképpen, hogyha leolvasod a helyi érték táblázatban a helyi értékek szerint a számokat, akkor az egy darab százas az ugye annak a valódi értéke, tehát a tényleges értéke, az 100. Az 5 tízes valódi értéke, az 50. És a 6 egyes valódi értéke, a 6. És a valódi értéke a 156-os számnak, az a 100, meg 50, meg 6, tehát a 156 a valódi értéke. Remélem, hogy ez így érthető. A következő diákon ezt fogjuk gyakorolni, hogy minél jobban menjen. A most következő dián számjegyeket látsz kártyákon. Az a feladatod, hogy a számokat rendezd csökkenő sorrendbe a füzetedbe, vesszővel elválasztva. És hogyha készen vagy, akkor gyere vissza. Jó, remélem, hogy megvan. Úgyhogy akkor nézzük, hogy mi a helyes megoldás. Nekem nem fért ki egy sorba ez a 6 szám. Úgyhogy akkor most be is rajzolom neked a nyilakat, ugye? A nyíl az azt jelenti, hogy mindig a kisebb felé mutat. Tehát a helyes sorrendünk a következő: 9, 8, 6, 5, 2 és 1. Hogyha így oldottad meg a feladatot, akkor tökéletes a feladat megoldásod. És akkor szerintem menjünk is tovább. Az első dián látható 156-os számot fogjuk most tovább boncolgatni, ugyancsak a helyi érték táblázatba írtam be, és felírtam négyféle állítást vagy kérdést. Kérlek szépen, hogy olvassuk el közösen ezeket az állításokat, kérdéseket, és a füzetedbe írd le a 4 számjegyet, vagy a számot, amire gondolsz, hogy az a végső megoldása a feladatoknak. Na nézzük meg az első állításom. A szám legkisebb helyi értékén álló számjegye. Írd le, hogy szerinted melyik ez a szám. Nézzük a következőt. A szám 10-es helyi értékén álló számjegye. Írd le. Jó, és utolsó előtti. A legkisebb alaki értékű szám
Melyik helyi értéken áll? Jó. A százas helyi értéken mennyi a szám valódi értéke? Jó, és ha ezzel megvagy, akkor ellenőrizzük le. Na, akkor nézzük. A szám legkisebb helyi értéken álló számjegye. Tehát ebben az esetben ugye a legkisebb helyi érték az egyesek helyi értéke, és az ott levő számjegy az a hatos. A következő a szám tízes helyi értékén álló számjegye. Nézzük meg a tízes helyi értéket, és a tízes helyi értéken álló számjegy az ötös. Következő, a legkisebb alaki értékű szám melyik helyi értéken áll? Hogyha megnézzük a számokat, amiket beírtunk a helyi érték táblázatba, az az 1-es, az 5-ös és a 6-os. Ezek közül pedig a legkisebbet kell néznünk, tehát az 1-est, és az melyik helyi értéken áll? A 100-as helyi értéken. Tehát a helyes megoldás a 100-as helyi értéken. És az utolsó kérdésem, a 100-as helyi értéken mennyi a szám valódi értéke? Ugye a 100-as helyi értéken az 1-es számot látod, ugye 1 százas, azaz 100. Tehát a 100-as helyi értéken a szám valódi értéke 100. És akkor menjünk tovább, más-más feladatokkal készültem még neked, gyakoroljuk el ezt egy kicsit. Hoztam még két számot, amin beszeretném ezt neked mutatni, méghozzá a 140-et hoztam, és a 129-et. Nézzük meg, a 140-et beírtam a helyi érték táblázatba, a megfelelő helyre. Ugye olvassuk el, hogy a helyi érték táblázat szerint hogyan is néz ki ez a szám. Tehát egy darab százasom van, négy darab tízesem, és nulla darab egyesem. Alaki érték szerint, tehát a szám alaki értéke, a százas helyi értéken az egyes alaki értékű szám áll, a tízes helyi értéken a négyes alaki értékű szám áll, és az egyes helyi értéken a nulla alaki értékű szám áll. Ennek a számnak, a 140-nek a valódi értéke, az ugye az egy darab százas az 100, meg a 4 darab 10-es az 40, meg 0 darab 1-es az 0, és az összesen 140. Most nézzük meg a másik számot, amit hoztam, a 129-et. Helyi érték táblázatba beírtam a 129-et. Olvassuk le a helyi érték táblázatot. 1 darab 100-asom van, 2 darab 10-esem és 9 darab 1-esem. Azt ide fel is írtam neked, hogy a 129 helyi érték szerint 1 százas, meg 2 tízes, meg 9 egyes. Nézzük meg a szám alaki értékét. A százas helyi értéken az 1-es alaki értékű számot látod. A 10-es helyi értéken a 2-es alaki értékű szám található. És az 1-es helyi értéken a 9-es alaki értékű szám áll. Nézzük meg a szám valódi értékét, olvassuk le a helyi érték táblázatból. Az 1 darab 100-as az 100, meg a 2 darab 10-es az 20, leírtam a 20-at, meg a 9 darab 1-es az 9, és az összesen 129. Remélem, hogy tényleg most már eléggé begyakoroltuk a feladatot. Úgyhogy nézzünk egy kis önálló munkát. Két számot írtam fel neked erre a diára, méghozzá a 101-et és a 192-t. Kérlek, hogy készíts magadnak helyi érték táblázatot, két darabot, vagy pedig egyet, de két sorral, és írd be helyi érték szerint a megfelelő helyre a számokat. És ha készen vagy, akkor gyere vissza. Jó, remélem, hogy sikerült beírni a megfelelő helyre a számjegyeket. Akkor nézzük meg. A 101 felírva
helyi érték szerint a következőképpen fog látszani. Ugye, egy darab százas, meg nulla darab tízes, meg egy darab egyes, és hogyha ezt beírom a helyi érték táblázatba, akkor ezt a következőképpen látjuk, egy darab százas, meg nulla darab tízes, meg egy darab egyes. Ugye, amit most beírtam, a számjegyek azok tulajdonképpen a számnak az alaki értékei méghozzá. A százas helyi értéken az egyes alaki értékű szám áll. A tízes helyi értéken a nulla alaki értékű szám áll. És az egyes helyi értéken megint csak az egyes alaki értékű szám áll. Hogyha most lenne egy olyan kérdésem, hogy melyik az a helyi érték, amelyen a legkisebb alaki értékű szám áll, akkor melyiket fogod mondani? Hogyha azt mondhatod, hogy a tízes helyi értéken álló számjegy, akkor helyes a megoldásod. Most nézzük meg, hogy mennyi is ennek a számnak a valódi értéke. Tehát, hogyha beírod a helyi érték táblázatba ezt a számot, akkor a szám valódi értéke, ugye az 1 százas, az 100, a 0 darab 10-es az 0, és az 1 darab 1-es az 1. Tehát a következő 100 meg 1, a 101. Jó. Ebben az esetben nem írtam külön le azt, hogy 100 meg 0 meg 1, mert ugye a 0 darab 10-es az 0. És akkor nézzük a következőt. A 192 felírva helyi érték szerint, hogyan is kellett beírni a helyi érték táblázatba? Ugye felbontom százasokra, tízesekre és egyesekre a 192-t, és beírom a megfelelő helyre. Tehát akkor az 1 darab százas, 9 darab tízes, és 2 darab egyes lesz. És akkor már én el is kezdtem írni a megfelelő helyre, tehát először leírtam betűkkel is, ugye, hogy 1 százas, meg 9 tízes, meg 2 egyes. És beírom a helyi érték táblázat megfelelő helyére a számjegyeket, 1 százas, meg 9 tízes, meg 2 egyes. Ez pedig a számnak az alaki értéke, mert a százas helyi értéken az egyes alaki értékű szám áll. A tízes helyi értéken a kilences alaki értékű számjegy áll. És az egyes helyi értéken a kettes alaki értékű számjegy áll. Jó. Ha azt kérdezném meg, hogy melyik helyi értéken található a legnagyobb alaki értékű szám, akkor melyiket mondanád? Ha azt mondtad, hogy a tízes helyi értéken álló számjegy, tehát a 9-es számjegy, akkor jól válaszoltál, mert ő a három szám közül a legnagyobb. Jó, és akkor nézzük meg a valódi értékét ennek a számnak, ugye 1 darab 100-as az mennyi? 100. 9 darab 10-es az 90, és 2 darab 1-es az 2. És az összesen 192. Felírtam neked erre a diára 6 darab számot. Olvasuk el sorba a számokat. 187, 200, 171, 13, 136, 120. Beszéljük már meg ezeket a számokat. Bontsuk már fel minden számot. Százasokra, tízesekre és egyesekre. Mondjuk az első számot újra, 187, az felbontva 100, meg 80, meg 7. A 200, az 200, meg 0, meg 0, ugye? A 171, az 100, meg 70, meg 1. A 13, az 10, meg 3. A 136 az 100, meg 30, meg 6, és a 120 az 100, meg 20. Na most nézzük meg, milyen feladatot állítottam össze neked. Olvassuk el
a következő feladatokat, és írd le a három számot, amelyre gondoltam a hat szám közül. Kíváncsi vagyok, hogy jó lesz a megoldásod. Nézzük az elsőt. Melyik az a szám, amelyiknek 10-es helyi értékén a legkisebb alaki értékű számjegy áll? Nézd meg a 6 darab számot, amit felírtam, és válaszd ki azok közül azt az egyet, amire igaz ez az állítás. Jó. Következőt nézzük meg. Melyik az a szám, amelyik a legkisebb valódi értékkel bír? Jó, és az utolsó. Melyik az a szám, amelyik helyi érték szerint 100-as, meg 7-10-es, meg 1-1-esből áll? Jó, és ezzel megvagy, akkor nézzük meg a helyes megoldást. 10-es helyi értéken a legkisebb alaki értékű számjegy áll, ez a 200 volt. A legkisebb valódi értékkel bíró szám a 13. És a helyi érték szerint 100-asból, 7-10-esből és 1-1-esből áll a 171. Örülök, hogy velem voltál, és remélem, hogy sikerült ezt a feladatot megoldani. Szerintem ez most egy elég jó kis anyag sikerült ebből összehozni, hogy meg tud különböztetni a helyi értéket a valódi értéktől, illetve az alaki értéktől. Gyere és tarts velem a legközelebbi videóban is. Remélem, hogy tetszett, add tovább másoknak is. Számítok a következő videómnál is rád. Úgyhogy gyere, és legközelebb is csapjunk bele. Budai Tímea voltam. Szia!